Szóhi emberek, ez egy olyan videó. Nos, az utóbbi egy, sokkal inkább másfél hónapban a videóimnak a átlag megtekintése szépen megy le. És elég szépen, hisz, hogyha így ilyen 3-4 hónappal ezelőtt videókat nézem, akkor 40-nél kisebb megtekintést igazából nem is találok itten. Aztán itt feljebb megyek a utóbbi másfél-két hónapba, és akkor így látok olyat, amit 12-en néztek meg, és 15-23. És aztán itt van egy 91-es, de az ne zavarjon senkit. Szóval, kéne egy olyan videó ötlet, ami a alapjaiban rengeti meg a YouTube-ot úgy, ahogy van, rendesen revolutionizálni fogja a YouTube-ot alapjaiban véve. Egy olyan új dolog kell, amit még soha senki nem látott. Lehet van is egy ötletem, amit még meg is fognak nézni. Kettőnél többen. Ez egy tier list. Persze, amit mondtam, hogy revolutionizálni fogja a YouTube-ot, meg még mit tudom én, mit mondtam, az persze teljesen viccből mondtam, meg szarkazmusból. Tehát akármennyi ilyen térlisztes videót tudtok találni a YouTube-on, szóval meg se lehet számolni egyszerűen, mert tényleg nagyon sok ilyen van minden témával kapcsolatban, még a waifu-ból is csináltak térlisztet, többet is. És mindegyiket valamiért úgy tudok róluk, hogy a YouTube Recommendations ajánlotta fel nekem. Máig nem tudom, hogy mégis mi okból. De mindegy is. Szóval, Crossout, fegyver, rangsorosítás. Ja. Szóval eleve tierlistek úgy vannak felállítva, hogy véleményorientáltak. Szóval lehet, hogy én mondok valamit, amivel ti nem értetek egyet, ez teljesen rendben is van. És biztos lesz ilyen. Szerintem az XY fegyver az szar, viszont szerintetek jó. Ilyenek a vélemények egyszerűen. Nem mindig lehet egyet érteni. Ugyanazon a dolgon. Szóval, akkor Hornet. Ez a 109 fegyverből az első, amivel találkozik egy ember. Szerintem ahhoz képest, hogy a legalapabb fegyver, amivel kezd mindenki, is szar. Azért D-tírben nem rakom le, mivel nem annyira szar. Viszont hát kell kezdeni valahol, és igazából nem tudom, hogy mihez hasonlítsa, mivel ez base szintű fegyver. Ennél már csak jobb van. És ez az egyetlen base szintű fegyver, szóval tényleg nem lehet mihez hasonlítani. Kord. Vagy csord. Ugyanolyan szar. Egyszerűen. Vektor. Azért egy kicsivel jobb. Ez azért már sebezni is képes. Túlélni is valamivel jobban tud túlélni, de nem olyan jól. Defender. Átír esetlegesen. Mert meg is mondom, hogy miért. Elég tankos ahhoz képest, hogy milyen szintű fegyver. Pluszba még tud sebezni ugyanannyit, mint a Vektor. És ráadásul még tankosabb is. Mondjuk ezt a Firing Arc-ja feláldozásán teszi meg. De ez szerintem nem egy akkora gond. Sinus. Igazából csak egy jobb Vektor. Hát egy kicsit itt változtatok a felálláson. Egy kicsit változtatom a felálláson. Piercer! C-tier. Sajnos C-tierbe kellett raknom az egyik fegyvertípusomból a egyik fegyvert. Az a baj a Rapid Fire Machine Gun-okkal, hogy semmit nem találsz el azon kívül, ami az orrod előtt van. Vagy esetleg, hogyha topfire-elsz, így fél másodpercenként, akkor eltalálsz valamit 10 méterre, de nagyon messzebbre semmit. És hát ez a legnagyobb baj a Rapid Fire Machine Gun-okkal, ezek inkább shotgun-ok, úgymond. Protector, igazából egy jobb defender,
Mondjuk sokkal jobb defender, szóval A-tier. Takler. C-tier a perkje miatt, mert nem szerencsés nem tüzelni, csak azért, hogy a fegyvered talán, mondom, talán tovább bírja. Szóval vagy tüzelsz, vagy lesz a fegyverednek védelme, aztán vagy lelövik, vagy nem. Általában lelövik, még plusz védelemmel is. Szóval nincs sok értelme a perkjének, hogyha egyáltalán nem tudod használni közben a fegyveredet. Spectre. Igazából semmivel nem jobb, mint a Sinus. Sőt, tírhez, a Sinusnak a helyéhez képest még lejjebb is mehetne a Spectre, viszont tud jó is lenni, higgyétek el. Aztán Fidget. Fidget, mit csináljak veled? B-tier, és rögtön ugrok is egyet az Imphez. Ez a két fegyver ugyanaz, csak másban jók. Szóval a Impnek az a perkje, hogy a Rapid Fire Machine Gunok egymást buffolják, hogyha vannak. És a Fidgetnek az a perkje, hogy minél több golyót eresz az ellenfeledbe, annál tovább tart a túlmelegedés. Szóval igen, az egyik hamarabb shotgun, a másik pedig hamarabb machine gun, csak szar range-el. És jó rate of fire-rel. Szóval igazából tényleg ugyanazok, csak máshogy kell használni őket. Equalizer. Senki nem használja, szóval D-tier. Tehát az, hogy senki nem használja, az szerintem mond valamit róla. Mondjuk aurórákkal már láttam effektívnek lenni, szóval inkább C-tier. De, ja. Kaukázus. Ezt a recycling binbe teszem, megmondom, hogy miért. Túl szar ahhoz, hogy akárhova máshova kerüljön. Szóval, a recycling binbe azok kerülnek, amik vagy olyan OP-k, hogy azon a hihetetlen, és valami durván kell csinálni velük, vagy különben tönkretezik a játékot, vagy azok kerülnek ide, amik egyszerűen annyira szarok, hogy így mit kezdesz velük? Semmit. Kaukázus az ilyen. Nem tudod lelönni az egy ellenfél fegyvereit azelőtt, mielőtt ő lönnél a tieidet. Ami nem optimális. Aspect. Nagyon B-tierbe akarom tenni, viszont hogyha ügyes a játékos, és a felmelegedését maximum tudja tartani, anélkül, hogy túlmelegedne a fegyver, akkor nagyon durván tud sebezni, szóval... Situationally, ezt akarom kinyögni, B-tierbe teszem, de igazából jó játékosok kezébe simán lehetne A-tier. Aztán Arbiter. D-tier. Megmondom, hogy miért, soha nem láttam ezt a fegyvert. De így kimondom, tényleg soha nem láttam ezt a fegyvert. Reaper, A-tier, nagyon jó fegyver. Punisher, azt sem tudom, hogy mi a perkje. Fúha, ezt is ritkán látni, hát relik fegyver, szóval nem tudom, hogy mit várok, de... C-tier, miért is ne? Mondjuk inkább B-tier. Mert a relikek azok jók szoktak lenni igazából. Lupara. Jobb, mint a kord. Szóval C-tierbe rakom. Sledgehammer. B-tier, egész jó fegyver. Spitfire. Egyik legjobb kék fegyver. Úgy őszintén, nagyon szerettem használni. Mace. A-tier szintén, mert lényegében egy sokkal jobb Thunderbolt. Thunderboltot le is rakom C-tierbe már most. Szerintem ahhoz képest, hogy a Thunderbolt mennyit sebez, túl sok energiát használ. Leech. Igazából ez simán elférne B-tierbe. Goblin, C-tier. Hogyha kék maradt volna, akkor simán A-tierbe lenne. Vagy esetleg S-be is, de amióta megváltoztatták Special Tier-re a Rare helyett. Annyira nem jó már. Junkbo. A-tier sok kellemetlenséget okozott nekem.
ez a fegyver, aminek még a nevére se emlékszek. D-tír, soha nem látom. Fafnir, A-tír. Rapture. Ez igazából egy jobb takler, csak shotgunban. Szóval B-tír. Hammerfall. A perkje miatt átír, viszont maga a fegyver, habár nagyon sok energiát használ, igazából az, hogy mennyi energiát használ, az ez kicsit túl sok ahhoz, hogy jó legyen az neked. Szóval, ha 3 energiát használna, akkor simán átír lenne, szóval mivel 4-et használ, szóval nagyon sok. Nidhogg. Ezt nem látom gyakran, viszont tudom, hogy elég jó tud lenni gyors buildeken. Breaker. C-tier. Szóval ez nem egy olyan jó fegyver. Szóval, hogyha amíg az ellenfél ágyúval, meg mit tudom én milyen nagy alfasebzésű fegyverekkel akar támadni téged, addig jó. Viszont, hogyha gépfegyverrel, akkor az a újraéledési mechanikája a Breakernek nem ér semmit. Szóval nem mondom, hogy jó fegyver. Rapier, egyik legjobb kék fegyver. Ez a fegyver, Storm. Igazából ugyanaz. Whirlwind. Ez marad szintén átírve. Whirl. Az a baj ezzel, hogy az autóágyóknak a lényegét hagyja ki. Szóval az autóágyóknak az lenne a lényege, hogy messziről kiszniperel az ellenfelet. Ez meg így közelre, szóval így nem értem, hogy ez így miért jó fegyver, de igazából elég tankos fegyver. Meg közelhatva tényleg jó, csak autóágyónak nem kéne közelhatva keverednie. Szóval C-tier. A Joule az nagyon jó fegyvernek lehet mondani, de nem a saját szerepében, ami az autóágyó lenne, csak ez inkább shotgun, majdnem. Ciklon, D-tier, szar. Amikor kijött, akkor nagyon jó volt, sőt meta, de most már sehol nem látod, mert egyszerűen nem jó. Judge, nem jó. Ja, ez nem jó fegyver, higgyétek el. Avenger. Ja nem, pont fordítva, ez az Avenger, ez pedig a Judge. Na hoppácska. Ez sem jobb fegyver. Ez pedig egy egész jó fegyver. Inkább Big Tier-be rakom. Aztán Hulk. Az igazából nem jobb sokkal. Viszont a Prosecutor Hoppesset nem így terveztem. Szóval a Prosecutor az lényegében egy jobb Judge. Csak simán a perkje miatt jobb. És aztán ez a kicsike kis izécske. Ez úgy őszintén nem tudom eldönteni, mert ritkán látom. Sőt, csak egyszer láttam ezt a kis cuccost. Ez a nagyon kicsi kaliberű ágyút. Elefánt. Nagyon is átír. Executioner. Szerintem ez az első S-tíres kandidátunk. Mert 3 Executioner az nagyon jó. Szóval higgyétek el, érdemes 3 Executionerre költeni pénzt, mivel nagyon fun, főleg hoveren, mondjuk nem is próbáltam hoveren, de hover triple executioner az nagyon, nagyon erős. Fatman. Nem tudom B-nél följebb rakni, úgy őszintén. Mamut. Ez szintén S-tier. Tsunami. Szintén S-tier. És Typhoon. C-tiernél többet nem tudok neki adni, mert a Typhoon az jobb.
egyszerűen. Ennek lényegében a Breakernek a perkje van. Viszont, ja nem a Breaker, hanem a Hammerfall, bocsánat. De ennek a Hammerfallnak a perkje van. Viszont, viszont sokkal hosszabb a reload. És igazából ez a baj vele. Tsunami többet tud sebezni néhány másodperc várakozással, mint ez. Mastodon. Nagyon jónak tűnik, még nem találkoztam vele annyiszor, hogy konkrét answert tudjak mondani arra a questionre, hogy milyen helyezést érdemelne, de A-ba rakom, így megelőzve. Wasp. Nagyon jó fegyver, Pyralid, nagyon jó fegyver. Ez. D-tier. Egyszerűen semmi értelme, mióta bejött a Nest. Aztán, ez a fegyver, aminek elfelejtettem a nevét. Igazából, ja, ez ide tartozik. Ezt életben nyomorítom. Aztán, furulja, ezt ír, hogyha tudod használni. Klarinét, Tov, szar. Mondjuk D-tierbe is sima tudtam volna helyezni, de megmondom, hogy miért Recycle Bin. Nagyon sürgősen meg kéne változtatni a favot. Szóval nem elég nagy a látótered ahhoz, hogy tudjál valamit kezdeni ezzel a fegyverrel. Semmi bajom a fegyverrel, csak és kizárólag a fav. Szóval azt nagyon megváltoztatnám. Viszont az nagyon hátráltat engem abba, hogy akármit is tudjak kezdeni ezzel a fegyverrel, mert nem látok egyszerűen semmit. Nest. Esztír. Cricket. Esztír. Ezeket meg csak elmagyarázom, ezek tényleg hihetetlen jó fegyverek. Hurrikán. Átír, mert igazából nem. Mivel létezik olyan, hogy Nest, ezért a hurrikánnak nagyon nincs sok értelme. Grenadier. Gránátvetők annyira nem jók. Legalábbis nekem nem, viszont másoknak lehet, hogy tetszenek. Mert hogy nem rosszak. Habár ezt hát én inkább így raknám, mivel a Recser az nagyon erős fegyver. Ha nem, hogyha a projectile-nak a árkja, ahogy megy, az nem lenne ilyen olyan, amilyen, hanem laposabb lenne, akkor igazából még simán S-tier is lehetne, viszont a... Ja, szóval nem tetszik a lövedékpálya, na ezt akarom kinyögni. Szintézis... Aurora... Na hát ez egy trükkös. Hogyha a csapatodban látod PvP meccsbe, akkor annyira nem örülsz. Viszont, hogyha Raiden látod, akkor nagyon örülsz neki. Raiden rohadt hasznos, hogyha van egy aurórás a csapatban, szóval A-tier. Viszont PvP-ben C-tieren lenne, egyértelműen. Prometheus. A-tier. Mégse inkább B-tier. Igazából semmivel se jobb, mint a szintézis. Oha, ez. Ú, de mennyi rossz emlékem van ezzel kapcsolatban. A blockchain az egyértelműen Recycle Bin. Nagyon rossz fegyver. Gravastar D-tier. Egyszerűen a mechanikája, hogy a saját fegyverednek a hőjét viszed át az ellenfélbe, az nagyon papírrá teszi ezt a fegyvert. Quasar A-tier. Assembler. Személy szerint utálom. Pulzár. Mondjuk ezt inkább Blazárnak kellett volna hívni, hogyha már a mellette lévő fegyver a Quasar. Smark. D-tier. Nem látok sok hasznát. Kivéve, hogyha Harvesterrel használod, de... De igazából azon kívül mással nem is használják. Úgy őszintén. Helios. Semmivel sem jobb, mint... Habár mondjuk a perke jó. Perke nagyon jó.
De ha célozni is kéne. És a Flash is a Spark mellé kerül. Remedy, Esztir, gyűlölöm. Draco, életemben nem láttam. Firebug, életemben nem láttam. Kapkán, legirritálóbb fegyverek egyike. King, csak akkor erős fegyver. Hogyha vagy olyan hülye, hogy nem nézed azt, hogy a föld pittyog itt több pontban, és belehajtasz és felrobbansz. Egy kicsit is odafigyelsz, hogy hova hajtasz be 100 km per órával, akkor észreveszed, hogy ott valami pittyog. Konkrétan egy minefieldről van szó. Fortune. C-tier. Bár D-tier inkább. Ez tényleg nem jó fegyver, viszont a Porcupine az nagyon is. Szívből gyűlölök porcupine-osok ellen menni. Spike. Vicces tud lenni néha, de soha nem lesz a kedvencem. Phoenix. Alacsony a power score-okon jobb, szóval így B-tier. Toadfish. Szintén nagyon fán, nem sebez annyira sokat, viszont feltaszajtani az ellenfeleket. Láttam már videókat erről, szóval tudom, hogy ez fán tud lenni, de személy szerint nincs is meg. Ez egyértelműen idejön. Ez B-tier. Nem tudom, Mandrake az azt szerintem annyira nem jó, hogy az hihetetlen. De tudjátok, hogy C-tier. Mandrake a C-tierhez tartozzon. Menebe Incinerator az szerintem sokkal erősebb, mint a Mandrake, ami kicsit kár, mert ez legendary, ez meg epic, de szóval ez van. Borer. Úgy szintén fogalmam sincs, belerakom C-tierbe. Basso. Fogalmam sincs, belerakom C-tierbe. Boom. Igazából a Boomot is, meg a Lancelotot is átírbe rakom, megmondom miért. Ha tele vagy rakva ilyenekkel, akkor garantált a ellenfél instakillelése. Viszont, hogyha ezek nincsenek, akkor mit csinálsz? Semmit, mert nincs fegyvered. Tehát ez egy ilyen kétélű fegyver, hogy vagy instakillelsz valakit, és utána nem fogsz csinálni semmit, mert egyszerűen nincs fegyvered. Vagy nem is használod ezeket, szóval ez ilyen. Nekem a fegyvernek még a nevét sem tudom, szóval C-tier. Ez senki nem használja. Harvester viszont S-tier, mert egyetlen tényleg nagyon jó miri fegyver, vagy köszörű, ahogy én hívom. Ezek a turret rakók, ezek mind szarok, szóval a turret rakókat szépen mindet itt D-tierbe rakom, mert szarok. Nagyon, nagyon szarok. És C-tierbe pedig rakom a helikoptereseket. Mert ezek úgy őszintén nem jók. Habár a kék helikoptereset meg a türkészet B-tierbe rakom, mivel a obl, a lila, az szar. Nem lehet máshogy kimondani, szar. Sidekick az mehet ide B-tierbe. Grenadier az S-tier, utálom őket. A Fuse A-tier. A Fuse drónok azokat is utálom, viszont nem annyira veszélyesek, mint a Grenadierek. Barrier D-tier. Annihilator S-tier, de igazából a Recycle Bin-be is mehet, mivel lehetetlen eltalálni, viszont már nerfölték, és nem olyan irritáló, mint volt. Reddig hihetetlen erős volt, most is az, viszont régebben sokkal erősebb volt, én úgy érzem. Emily, senki nem használja, tényleg senki nem használja. És még azért Recycle Bin-t azt nem rakom neki. Sumator. Ez lényegében egy shotgun és egy
Autocannonnak a gyermeke, viszont egyik feladatot sem tudja elvégezni jól. Szóval ez nagyon middle of the road fegyver, mert mindkét módon tudod használni, shotgunként és autóágyóként, viszont egyikben sem olyan jó, mint hogyha csak azt a fegyvert használnád, viszont lehetőséget nyújt másik fegyvert használni, úgymond. Ez a fegyver, aminek sok szám van a nevében, senki nem használja. Mondjuk ez, habár hogyha a Prometheus-t meg a szintézést B-tierbe rakom, akkor ezt is ide rakom, mivel ugyanaz a fegyver lényegében. Skinner! Teljesen harcképtelen fegyver. Viszont a Slam Dunk build nagyon erős. Ja, ez CT-nél följebb biztos nem megy. Corvo. B-tier. És utolsó fegyver a 109. darab. Nem más, mint a Scorpion. S-tier, meg is mondom, hogy miért. Keresztbe átlabi az összes ellenfelet lényegében. És hát ez így jó. Akkor ez lenne a tier list. Szépen utólag rendezve, hogy így szép legyen, és ja, ez lenne az. Szóval, ha tetszett a videó, like, ha nem dislike, aki akar fel, és iratkozhat, csősztök.